Sasvári Attila Gyarmati Gábort kérdezte. Vélemény szerint hogy lehetne elérni azt, hogy Pécsett a kis vendéglátóipari egységek, mint az ő általa vezetett egység is, amelyeket én egy nagyon színvonalas ilyen kis vendéglátóipari egységnek tartok, elérjék azt a színvonalat, ami Nyugat-Európában, mondjuk németországi tapasztalatok vannak, szinte minden nagyobb városból ott van, tehát elérjék az európai színvonalat. Hát én azt hiszem, hogy ez a probléma nem csak pécsi, hanem országos probléma, és ha Monte Cuccoli szavaival élnénk, akkor azt mondanánk, hogy pénz, pénz, pénz elsősorban, másodszorban szakmai hozzáértés, és harmadsorban ötlet, jó ötlet kell. Most a pénz azért, hogy ezeket a meglévő egységeket, amik Pécsett vannak, megfelelő módon fel lehessen újítani, vagy új egységeket kialakítani. Nagy probléma az, hogy az új egységek a lakótelepeken vannak, ahol különböző okok miatt nem lehet a nyitvatartást úgy alakítani, ahogy az ember szeretné. A másik pedig az, hogy nem lehet zenés egységeket, és nem lehet olyan melegkonyás egységeket kialakítani, ami ne zavarná a környezetet. Másodszorban említettem a szakmai hozzáértést. A szakmai hozzáértés szerintem nem azonos a végzettséggel. Vannak szakmára rátermett emberek, akik elhivatottan próbálják ezt a szakmát csinálni, és vannak jól végzett emberek, megfelelő iskolai végzettséggel, akik nem biztos, hogy úgy csinálják ezt a tevékenységet, ahogy kellene. A harmadik pedig az ötlet. Szóval minden olyan egységet, ami ebbe a környezetben van, úgy kellene kialakítani, hogy valahogy simuljon a környezethez. Helyi sajátosságokat megpróbálni előtérbe helyezni. Nem megpróbálni utánozni, majmolni a külföldi példákat, hanem megfelelő és jó ötlettel meg lehetne oldani azt, hogy a helyi vendéglátás és annak a nívója olyan legyen, hogy az európai színvonalhoz közelíthessen. Kinek adná tovább a stafétabotot? A testvérvárosok óvoda vezetőjének szeretném feltenni azt a kérdést, hogy lehetőség lenne arra, hogy a gyerekek a bölcsődéből folyamatosan az óvodába kerülhessenek, ne pedig máshova kerüljenek el, akár lakáshelyi vagy egyéb problémák miatt.